Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vélemény vezér, vendégünk pedig Rabirén, az Ungern Real főszerkesztője, Szerbusz. Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Külpolitikai híreket hoztam, ezzel szeretném, hogyha tudnánk kicsit foglalkozni. A lengyel külügyminiszter beavatkozási kísérlettel vádolta Németországot, a lengyel választások október közepén lesznek. Nagyban érinti egyébként Magyarországot is, ugye ez a választás, mert árgus szemekkel figyelik, hogy ki ott a hatalomba vagy maradni, vagy oda kerülni, tehát minket is érint ez a helyzet. Mit szóltál ehhez a hírhez, amikor el, hát gondolom, nem tőlem tudtad meg, hogy nem az én elküldésem Nem. után, de amikor meghallottad. Igen, a d olvastam, ami hát egy jó újságnak számít Németországban, és mondjuk kevésbé billenki barra, mint a többi ott olvastam, és hát nagyon nem elcsodálkoztam rajta, hanem azt érzékeltem, hogy na a lengyel választási választásoknak a hajrájába léptünk. Mert ugyanis ez zajlik folyamatosan. Nem csak Lengyelország esetében, visszagondolunk arra, nem tudom, hogy egy éve, két éve voltak a cseh választások, ahol Babisnak a pártja, Babis elnöknek a pártja, az vezette a a közvélemény kutatási adatok szerint a listát, és akkor hirtelen bedobtak egy ilyen sajtóhírt, hogy Babis milyen korrupciót követett el, és azzal úgy befolyásolták a közvéleményt, hogy Babis elveszítette a választásokat. Igaz, hogy a választások után kiderült, hogy a hír az nem úgy volt, meg nem igaz, meg hamis, de az egy rövid időszak volt, ami alatt, ezt nem lehetett tisztára most mostni, ugyanezt a játékot eljátszottuk a magyar önkormányzati választásoknál a Borkai Zokniával. Ugye, jó, hát azért ő ott volt, de ha azt a videót nem dobják be, akkor ma nem Karácsony Gergelynek hívják a Budapest főpolgármesterét. A lengyel beavatkozás, ez megint ugyanez. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy Lengyelországban ez az igazság és igazságosság, és nem tudom milyen párt, ez a PIS a, a, lengyeleknek, a konzervatív keresztény pártja, aminek az élén a Kaczynszki áll, és a, a Moraveszki az elnök, már, már mint a miniszterelnök, jól állnak, tehát 40 valahány százalékon állnak, ha jól emlékszem, tehát előtt állnak egy olyan 7 százalékkal az ellenzéki összefogás pártjával, ez a polgári, polgári párt, vagy valami ilyen, nem tudom megjegyezni őket, mert állandóan változik a nevük. Én úgy fémjelzem, hogy ez a Donald Tusk, aki most ennek a, az ellenzéki összefogásnak az élén van. Donald Tusk már volt lengyel miniszterelnök, és aztán mi onnan ismerjük őt, hogy az Európai Tanácsnak is az elnöke volt, mikor ott letelt a mandátum a 19-ben, akkor visszament a lengyel politikába, és amikor nálunk választások voltak, akkor a magyar ellenzéki összefogás mellett kampányolt, el is jött a nagy kampány rendezvényükre. Tehát innen látjuk, hogy ők azok, akik a most idézőjelben mondom, az európai értékek őrzői, és Lengyelország, Magyarország mellett még az az egy, tehát azt kell mondanom, az olaszokat leszámítom, az egyetlen uniós ország, ahol még jobboldali kormány van. Tehát a Brüsszelben és az Európai Parlamentnek, akkor a parlamentre nevesítem ezt az egészet, az az érdeke, hogy jobboldali párt ne legyen hatalomban, az uniós országokban. Svédországban most volt egy jobboldali fordulat, de érdekes módon az sem teljesen nem volt, olyan, hát nem. ilyen fordulat volt, reménykedtünk benne Spanyolországban is, ugye, de, de nincs partner, akivel koalíciót kössenek, tehát hiába ott tartunk már, hogy a svédeknek a legnagyobb százaléka a jobboldali pártra szavaz, amikor végül is belekényszerül egy olyan koalícióba, vagy például kiesik, egy, tehát nem alakíthat kormány, mint a spanyoloknál, mert egyszerűen nincs partnere a pályán. Itt az olaszokra mondanám, hogy ott jobboldali kormány van, de az az érzésem, hogy annyira meg van kötve a kezük, az eladósodottság miatt, hogy ők igazából nem csinálhatnak, tehát nem, meg van kötve a kezük, tehát nem tudnak szabadon cselekedni. Tehát aki most az unióban szálka, az unió szemében szálka, az Magyarország, ahol nagyon stabil a Fidesznek és ennek a konzervatív nemzeti politikának a helyzete, és Lengyelország. Na most mindent megtesznek annak érdekében, hogy Lengyelországban az Európa párti erők nyerjék meg ezt a választást. Na most ezt hogy lehet elérni? Ezzel a cikkel, amit hoztál, abban benne van minden. Ugyanis a németek belengedték azt, hogy a lengyelek, akik a migrációnak az egyik legnagyobb elutasítói, Európában, ugye rajtunk kívül, azért ne felejtsük el, vagy ha nem tudjuk, hogy Lengyelország, amikor volt ez a válság, talán két éve, még a COVID alatt volt, hogy Belorussziából tömegével jöttek menekültek, és akkor ahelyett, hogy befogadták volna őket, ott sokáig farkas szemet néztek, és aztán a teljes határszakaszra Lengyelország négy méteres kerítést épített magyar mintára. Erről született egy játékfilm, ami a különböző európai hát filmfesztiválokon díjakat nyert. A PIS nem örül neki, sőt, hát azt hiszem, hogy valami eljárást is indítanak, mert a film azt ábrázolja, hogy milyen lelketlenek voltak a lengyel katonák, a határőrök és így tovább, hogy ott abban a fagyban, hidegben, a, a határ túlsó oldalán álló szegény menekülteket nem engedték be az országba, tehát erről szól a film. Nem engedték be, na most Lengyelország elutasítja a migrációt, és megjelenik egy olyan német sajtóközlemény, ami azt mondja, hogy hát a lengyelek árusítják az Európai Uniós vizumokat a fejlődő, nem tudom, használják-e még ezt az afrikai országokban, vagy másút, azt hiszem, hogy 5000 dollár az ára, egy ilyen vizumnak, és aki lefizeti, az megkapja, és akkor jöhet Lengyelországba, de miután a Schengennen belül van Lengyelország, ettől kezdve szabad mozgásuk van. És ez azt jelenti, hogy a lengyelek milyen álszentek, hogy egyrészt elutasítják, és ugyanakkor meggerjesztik a migrációt. Hát igen, a, a lengyelek azt mondják, hogy beavatkozás. Mert mire ez ki fog derülni, hogy valójában miről is van szó, addigra a lengyel választások lefutottak, az embereknek a hite meginog. Mert többek között azért támogatják a pist, mert hogy ezzel a nemzeti politikával védi a nemzeti érdekeket, tehát hogy a korlát, korlátozza a migrációt, hogy Lengyelország megmaradjon Lengyelországnak, úgy mondja ki ilyeneket, és akkor hát itt azt mondják a németek, hogy egy frászt állítólag 200 ezer ilyen vizumot adtak ki, amivel fűfavirág jön be Európába. Na most ezt biztos ki fogják vizsgálni, de a kivizsgáláshoz idő kell és, és, hát amíg ezt kivizsgálják, és lesz egy eredmény, addigra a választások már lezajlottak. Tehát ez tényleg egy beavatkozási kísérlet ebbe, és hát hogy, hogy, a lengyelekkel hogy bánnak a németek, az hozzátartozik, hogy most a héten jelentette be a német belügyminiszter, hogy hát akkora a migrációs nyomás Németországon, hogyha hogy már nem tudják a menekülteket ellátni, és ezért bevezetnek határőrizetet a lengyel és a cseh határon. Na most a Németországnak, ugye Lengyelország, Csehországgal határos, Ausztriával. Ausztria felé, ugye az Bajorország-Ausztria, ott van ilyen, van határőrizet, de a hegyek miatt ez a határőrizet, ez nem tud megfelelően működni, ugye, mert ott ösvények vannak, meg nem tudom én mi. A bajorok nincsenek is megelégedve ezzel a határőrizettel, mert ha ez német határőrizet, akkor ők úgy érzik, hogy az ő határaikat nem védik igazán. Tehát a bajorok azt szeretnék, hogyha a bajor határőrök lennének. De itt most azért gondoljuk ezt végig, hogy van, a Schengeni övezetet azért hozták létre, hogy a tagállamokon belül szabad legyen a munkaerő, a tőke, a kereskedelem, a nem tudom én minek a szabad áramlása. És a külső határ a Schengeni határvéd. 2015-ben jöttünk rá arra, hogy igazából nincs Schengeni határ. Tehát a belső határokat leépítették, de az uniónak a külső határain nem helyezték el ezt a védelmi rendszert. Hát akkor volt az, hogy a Magyarország Schengeni külső határa rendelkezik, és hát nem volt ott kerítés, meg voltak határátkelő helyek, mert egy normális világban az emberek a határátkelő helyen próbálnak bejutni egyik országból a másikba. És akkor a migránsok jöttek tökön passzuljon, ugye, ahol érték, a szántóföldeken, az erdőkben, és így tovább. És azért került sor, vagy azért volt szükséges a kerítés megépítésére. Belső határt nem lehet húzni. Tehát emlékezzünk vissza, hogy amikor az osztrákok aztán csináltak 15-ben egy Magyarország felé egy kerítést, ugye, akkor azt úgy hívták, vagy nem is tudom, hogy mi felénk volt. -e. Tehát az országok csináltak valami kerítést, és azt, azt mondták, hogy szárnyas kapu, vagy nem tudom én minek nevezték. Tehát, hogy más elnevezést adnak rá. Ugyanis a határőrizet, a belső határőrizet bevezetését az Európai Unió hagyja jóvá, tehát onnan kell engedélyt kérni. Az engedélyt legalább egy hónappal előbb meg kell kérni, mert különben hát uniós szabálysértést vagy jogsértést követel az illető ország. Na most a németek bejelentették, hogy ez most mikor élesedik ez a határőrizet. De azért gondold azt el, hogy Csehország, Lengyelország és Németország között egyszerűen, mint a régi világban, van egy határ. A határt határőrök védik, tehát nem az van, én nekem ez, hogy mondjam, ilyen régi emlékeket, ez deja vu. Kert föl Lehet, hogy benned ez nincsen, mert te már hozzászoktál ahhoz, hogy fölülsz a vonatra, beülsz az autóba, és akkor mész az e Európába, hova akarsz. Tehát ezek szerint ez most nem. És hát ugyanúgy érinti a munkavállalókat. Rengeteg cseh és lengyel jár át Németországba dolgozni. De ugye ezt az Kamionok. Azzal indokolták, hogy annyi határsértés történik, mint ami 2015-ben a nagy migrációs hullám idején. Igen, annyi határsértés történik. Ők, ők azt mondják, hát ha ez a statisztika, akkor így emel ezt a statisztikát. Tehát ennyi történik. De hát ott emberek dolgoznak. Tehát egyik országból a másikba, mert a munkaerő szabadon megy, mind naponta át, meg visszajön. Igen, között, mint Ausztria és Magyarország között. És azért, hát nem akarok erre kitérni egy mondat erejéig, ugye, hogy, hogy hát az osztrákok is úgy gondolják, hogy akkor ők gyalogutat építenek az Európai Uniós pénzből épített határátkelőhöz vezető útra, tehát, hogy ott a magyarok ne tudjanak autóval átjönni, dolgozni. Tehát emögött em, em ilyenek vannak, most, hogy, hogy a cseh-lengyel határnál a csehek ne tudjanak, a lengyelek ne tudjanak. Tehát hol van itt az a gyönyörű európai eszme? Tehát a migráció föllazított minden, nem bízunk egymásban, nem hiszünk egymásban, és hát mindent megteszünk a másiknak a lejáratására. Tehát a lengyeleket nem csak ez a pénzérárusított vízumnak az ügye érinti, vagy sokkolja, hanem most ennek a határ őrizetnek a bevezetése is. És hát azért a lengyelek, ugye nem szeretik a németeket, ez köztudott, nem szeretik az oroszokat, ez is köztudott. Most mielőtt a háború kitört volna, akkor ez a mérleg ez úgy billent, hogy a németeket szerették kevésbé sőt, hát benyújtottak ilyen követeléseket, hogy a második világháborúban a németek által okozott károkat azt a német állam ö, térítse meg, és valamilyen, tudom, horribilis eurómilliárdokat írtak föl a számlára, de amikor kitört a háború, akkor írtanán az oroszokat nem kezdték el szeretni, helyette szerették az ukránokat, most már nem szerették az ukránokat sem, ugye egy pár napja, és viszont az amerikaiakat szeretik. Most azt nem tudom, hogy ez az amerikai barátság, ez meddig fog tartani. Milyen hosszú távú ez a szerelem? Én annak örülnék, de azért hozzátartozik, hogy itt a térségben kialakult egy nagyon jó politikai, gazdasági, társadalmi együttműködés. Ezt úgy hívják, hogy visegrádi négyek. És ezt nagyon nem szerették Nyugat-Európába. Pontosan azért nem, mert a, a, az együttműködés során egy olyan gazdasági súlya lett ennek a régiónak, ami veszélyeztette például a németeknek a gazdasági súlyát, ez még pár évvel ezelőtti. És akkor mindent megtettek annak érdekében, hogy szétverjék ezt az együttműködést. Tehát tulajdonképpen Babisnak a, a, a Babis elleni támadás de nem csak a cseh belpolitikára gyakorolt hatás volt, hanem a v 4 Együttműködésére is. És a lengyel-magyar ellentétet még a háború előtt próbálták így előkaparni a hamuból, mert hogy a magyaroknak jó kapcsolataik voltak az oroszokkal, a lengyelek meg ezt elutasították. És akkor erre ö, ö, feküdtek rá, hogy hát akkor, akkor talán így lehet a magyarokat a lengyelekkel összeugrasztani. A szlovákokat meg bárkivel össze lehet ugrasztani, saját magukkal is, most ebben a szlovák kampányban. Ott Itt úgy, már verekedés, már verekedés volt. volt. minden volt, és egyáltalán, ahogy ez a szlovák nemzeti tanács működik, ahogy amit kiabálnak ott egymásra, és, és tényleg a tetlegességi fajúan, ez ilyen balkáni, vagy nem is tudom, tehát nem egy demokráciába illő politikusi viselkedés. Mód. Na de még itt a lengyelre visszatérve, most láttam ugye, hogy a Mandiner írta meg, hogy a lengyel közszolgálati televíziónak a brüsszeli tudósítója azt állította, és ez le is ment a közszolgálati tévén, úgy látom Lengyelországban, hogy Brüsszelben nem hivatalos hírek szerint Németország és Franciaország gyors uniós belépést ígért Ukrajnának, ha Kiev segít megbuktatni a regnáló lengyel kormányt. Ez egy nagyon súlyos állítás szerintem, és nem is tudom, hogy Kiev mit tud tenni ennek érdekében egyébként, hogy meg lehessen buktatni a regnáló lengyel kormányt, de ha ennek csak a fele igaz, akkor is ez érez, amit, amit eddig elmondtál, hogy mennyire nem szeretik akár a jobboldali kormányokat ugye az Igen. unióban, akár mennyire tartanak attól, hogy ez a visegrádi négyekhez feléled és ér, érdekérvényesítő, hatással tudna működni az Unióra. Tehát, hát él minden esetre érdekes színezetet. Ez érdekes színezetet. Én Kievről is el tudok bármit képzelni. Ugye, hát, ha belegondolsz abba, hogy az ukrán-lengyel viszony megromlása az a gabona szállítások ügyére vezethető vissza, mert hogy a lengyelek velünk és a szlovákokkal együtt meghosszabbították a saját hatáskörükben az ukrán gabonának a befogadását, ami tönkreteszi a gazdáknak, a, tehát a, ezeketnek az országnak a piacait, meg a gazdákat. És erre az ukrán válasz nem az volt, hogy hát üljünk le, hogy tényleg eredetileg arról volt szó, csak egy humanitárius folyosó, mert hogy az oroszok lezárták a, a Fekete-tengeri kiáratot, és de ennek a gabonának el kell jutni az éhező afrikai országokba. Üljünk le, beszéljük meg hanem az volt a reakció, hogy Zelenszki följelentette ezeket az országokat a, a, nem tudom én, a gazdasági világszervezetnél, ugye, ami a szabadkereskedelem mellett ö, 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 tevékenykedik, és erre volt a válasz a lengyelek részéről, hogy oké, okay, akkor mostantól kezdve nem szállítunk fegyvereket. Tehát én nem szeretem ezeket a, na most hogy, hogy mondjam, szláv csetepatékat mert ők ragyogan értik egymást, tehát ők egymás nyelvét beszélik, nem csak a nyelv ö, ö, rokon, hanem a nyelve járó ö, hát, megoldások, a mentalitás, a probléma kezelés, tehát ahogy hozzáállunk az egészhez, úgyhogy az, hogy ők most az oroszok az ukránokkal, az ukránok a lengyelekkel, hagyjanak minket ki ebből. Tehát én nekem ez a vélemény. Na még a német migrációról azért beszéljünk egy picit, ezt hoztam ö, hírnek, és ezzel kapcsolatban kérdezném majd az AFD-ről, hogy mi a véleményed, hogyan látod ezt a helyzetet. Ö, Történt egy nyilatkozat, és akkor azt kérném először, hogy erre -re reagálj, aztán majd beszélhetünk Aha. még ezzel kapcsolatban a migrációról is. Egy AfD győzelem Nagy-Magyarországá változtatná Németországot. Ezt a Rostoki Egyetem politológusa mondta, hogy hogyan látja ő Németország jövőjét egy jobboldali sikernek az esetén. Tudom, hogy nagyon félnek Németországban az AfD-től, de az AfD-nek részben a népszerűségét például pont az adja, hogy a migráció kérdésében eléggé kon konzervatív vagy konzekvens politikát folytat. Hát nem csak a migráció kérdésében, hanem hogyha ha lecsupaszítom az AFD-nek a programját, az tulajdonképpen olyan, mint a Fidesznek a programja. Tehát, mint hogyha koppintották volna, tehát igazából egy nemzetvédő program. Tehát a migráció ellen vannak, ők azok, akik a háború ellen vannak, és ők azok, akik a gender ideológia ellen is vannak. Tehát az a hármas kör, ami a, magyar, a mai magyar politikának a... a, a meghatározója. Ezt találjuk az AFD-nél is. Most ez egy nagyon érdekes dolog, én is olvastam ezt a Mandiner cikket, és először nem értettem, hogy ez pozitívan kell e ö, felfogni, téged vagy vagy hogy a. Igen, vagy... nem, hogy, hogy amit, tehát amit mond ez az ember, hogy ezt most ö, ez egy pozitív dolog, tehát, hogy akkor de jó lenne, mert akkor olyan lenne Németország, mint Magyarország, vagy úgy kell felfogni, hogy Atya Úristen, ezek azt akarják, hogy Németország olyan legyen, mint Magyarország. Tehát ugye ez egy kettős, és igazából, hogy mondjam, a pontot a végén az nem adja meg a konkrét választ erre, hogy hogyan értelmezzen ezt a mondatot. De miután látom, hogy ki mondta, nem tudom, hogy ebben a félelem van, és az AFD ellen akar. De ez egy egy rosszul elsőt mondat, mert eh, ahogy az AfD programjában eh, végül is a Fidesz program elemeit találjuk meg, ugyanúgy a választóik is. Eh, szeretik a magyarokat. Tehát érdemes elolvasni bármilyen Magyarországot éppen lejárató cikket a német sajtóban. Nem a cikket, mert az már ilyen egy kaptafára készült unalom, hanem a hozzáírott kommenteket. Két-háromszáz komment, ugye egy-egy cikkhez, és akkor, hát ők pont az ellenkezőjét mondják a kommentelők, mint amit a cikíró, hogy a magyarok jól csinálják, a magyarokról kéne mintát venni, a magyarok így, meg úgy. Ami azt jelenti, hogy a közhangulat, tehát nem a politikai hangulat, hanem a közhangulat, az Magyarország mellett van. Tehát, hogyha ez a CDU-s, azt hiszem, ez a rostoki professzor, aki ezt a kijelentést tette, hogy ilyen kijelentést tesz, akkor az nagyon veszélyes kijelentés, mert az tényleg azt jelenti, hogy akkor Németországnak olyannak kéne lennie, mint Magyarországnak, mondjuk az idejövő németek, akik aztán itt házat vesznek, meg bérelnek, meg nem tudom én mi, most már 22 ezeren vannak, az lehet, hogy szám, de azért az egy elég nagy szám ha hozzávetjük az eddigi német migráció mértékéhez, ami hozzánk irányult, abban az van benne, hogy ők szeretik azt, ami itt van, és megmondom neked őszintén, én most jöttem haza Bajorországból, Münchenből, és én is szeretem, ami itt van. Tehát egy megkönnyebbülés volt, hol lenni, felszállni a négyes hatos villamosra, pedig az a legzsúfoltabb járat, ugye, meg a legszínesebb járat, de de egyszerűen jó volt, megkönnyebbülés volt azok után, amit ott ö, szívtam be ebből az új világból magamnak. Na most visszatérve, a, ugye a migrációt szerettük volna <laughs> körbejárni. Igen, Ez azért ö, ö, több dolog miatt érdekes. Tehát az, ami nagy politika. Ha jól tudom, akkor ma van az Európai Parlamentnek a vitája arról a migrációs paktumról, amit a nyár, nyáron, a nyár elején talán a belügyminiszterek tanácsában ö, már megtárgyaltak és elfogadtak. Illetve hát nem fogadta el, ezzel volt el a sajtó, ugye Magyarország és Lengyelország elutasította. Az nem volt a sajtóban benne, hogy a németek is elutasították, csak ők, ők más ok miatt, mondjuk ők nem azt mondták, hogy elutasítjuk, hanem hanem hogy ezt most egy kicsit át kell gondolni, meg nem tudom én, hogy fenntartásaink vannak ezzel kapcsolatban. Mert amit mi magyarok, lengyelek úgy éltük meg, hogy ránk akarnak erő, erőszakolni egy kvótát, ezt a kvótarendszert, és a kvótarendszeren keresztül ide elosztani a fölhalmozódott, más országokban fölhalmozódott menedékkérőket, és miután Magyarországot egy pluszban érinti az, hogy ez Magyarország a Schengeni külső határnál van, tehát nekünk oda egy nagy befogadó tábort kellett, kellene építeni a paktum értelmében, ahol addig, tehát azok a Határon átjövők, menedőkérők vannak, akiknek a menedékkérelmi eljárása zajlik. Tehát Magyarország egy nagy migráns tábor, ezt láttuk, hogy milyen volt mondjuk a keletiben 2015-ben, hogy hogyan néz ez ki. Érdekes dolog, mert pont 2015-ben volt az, amikor ezeket a menekült otthonokat volt ilyen nálunk, azt hiszem a Debrecené, meg a melyik volt a másik tehát volt Magyarországon két-három ilyen, azokat az uniós szellemben fel kellett ö, ö, oszlatni, mert hogy nem lehet zárt táborokban tartani a menekülteket. Most ez egy ilyen más verzió. Na most a németek fenntartása az nem a emiatt volt, mert őket aztán nagyon nem érinti, őket annyiban érinti a migráns kvóta, hogy ő nekik nem befogadni kell, hanem tőlük visznek el. Tehát ők ezt így elfogadhatták volna, de hát a zöldeknek nem tetszett például ez a zártábor. Ugye, meg olyan szigorítások, hogy, hogy akkor nem kísérő nélkül érkező kiskorú, jó, azt beengedjük, de másokat nem engedünk be, ők szerették volna a családok önnek, akkor a családok minden további nélkül, anélkül, hogy ezekbe a táborokba beraknák őket. Tehát őnek emiatt voltak ö, fenntartásaik, és ennek az enyhítését akarták, és tegnap, pont tegnap volt a napja szerdán, Solc közölte, hogy hát a Németország nem tartja fent tovább ezt a fenntartását, tehát elfogadja ö, a a migrációs paktumnak ezt a tételét is, hogy ilyen zárt táborban legyenek addig, amíg. Hát kíváncsi vagyok, ugye, mert ez egy ilyen döntéshozatali folyamat. Most az EP megtárja, tehát az EP összetételéből tudjuk azt, hogy ők biztos még emelnének rajta, hogy ezt mindenképpen meg kelljen csinálni, ezt a migrációs paktumot. Nem is értik, hogy a magyarok, akik... akik Hát mindig, szóval ez most nekik jót tenne, hogy ez miért nem tetszik nekik. Tehát, hogy ezek a szigorítások a magyaroknak miért nem tetszenek. Hát azért nem, mert a szigorítás a mi nyakunkba varna egy csomó olyan dolgot, amiből nem kérünk. De a következő lépés azt hiszem jövő héten lesz az Európai Tanácsülés és oda már ezt fogják vinni, és úgy néz ki, hogy nem önmagában kell majd elfogadni ezt a migrációs paktumot, hanem valami csomagban, ami mellé tesznek olyanokat, aminek az elfogadásában mi érdekeltek vagyunk, a migrációs paktuméban nem, és akkor valamilyen kompromisszumot kell kötni, mert különben ez a, hogy, hogy szokták mondani, hogy itt harapom meg, ez is fáj, meg ott harapom meg, az is fáj, tehát ebből valamit ki kell találni, hogy ne így legyen. De hogy mennyire fontos a migrációs kérdés, azt az mutatja, hogy ugye itt most beszéltünk, hogy Szlovákiában 30-án választások lesznek, hogy Lengyelországban október 15-én választások lesznek, de a jövő héten 8-án két német tartományban is lesznek választások. Ez a Bajorországban és Hessenben. És hát mind a kettőben a központi téma a migráció. Na most az azt jelenti, hogy, hogy, hát muszáj elővenniük ezt a problémát, mert a társadalmat ez érinti, és erre a problémára kell nekik a politikai irányultságuk szerinti választ adni, ami tetszik a választóiknak. És és, és hát hogy hogyan lehet több mandátumhoz jutni, vagy több több szavazathoz, vagy nem tudom én. Például Hessenben az SPD ott a, a CDU, tehát a keresztény demokraták vezetik most a, a közvéleménykutatási adatok szerint a, a választási referenciában nekik a jó. A második helyen vannak a zöldek, a harmadikok ok a szocialisták. Na most a szocialisták, az SPD listavezetője és miniszterelnök jelöltje, a német belügyminiszterasszony, asszony, a Nancy Fraser, aki, aki állandóan tavasszal még úgy erőltette a migrációt, hogy azt mondta, hogy Németországnak kellenek a munkaerők, és hogy jöjjenek, és hogy, hogy szakmó. Hát ezt ismerjük már az agysebésztől az asztalósig, és a betegápolóig, hogy, hogy azzal tudjuk a munkaerő gondjainkat megoldani. Őtől ered az is, hogy le kell szállítani az állampolgárság eléréséhez szükséges időt. Tehát Németországban idáig nyolc év kellett ahhoz, tehát nyolc évi ott élés, munka, állandó lakhely, stb., hogy az ember kérvényezhesse az állampolgárságot, ahhoz még nyelvvizsgát kellett tenni, országismereti tesztet kitölteni, és így tovább. Na, hogy ezt leszállítják ötre, öt évre. És bizonyos esetekben háromra, mert hogyha az a migráns az nagyon jó magatartást tanúsít, és nagyon jól integrálódik a társadalomba, akkor akár három év után is megkaphatja az állampolgárságot. Sőt, ha valaki ott él már 40 éve, de még mindig nem tud németül, hát adjuk meg annak is. Na most ez az állampolgárság osztogatása ez a szavazatszerzés. Mert nyilvánvaló, hogy aki állampolgár, az elmegy választani, és arra húzza be az X-et, akinek köszönheti ezt a kiemelt állapotot. Most Nancy Fraser odáig ment itt a hesseni választásokon, hogy azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ne kelljen német útlevél, azaz magyarul állampolgárság ahhoz, hogy valakinek az önkormányzati és a hogy hívják ezt a, a tartományi választáson, legyen szavazati joga. Tehát ez, ez valami több, valami ne csak az kell, hogy ott, ott éljél. Idáig a, a választójog az úgy van, hogy ugye 18 év a választási korhatár, erre azért kitérnek mert nem mindenhol és nem minden választáson. Négyfajta faj, négy választás van Németországban. A szövetségi, tehát az az országos, a tartományi, az önkormányzati és az Európa parlamenti. Na most a ö, országos, a Bund, Bundes választásokon, ott 18 év minden tartományban. A tartományi választásoknál van már 5 vagy 6 tartomány, ahol 16 éves kortól lehet szavazni. E, ugyanez vonatkozik az önkormányzati választásokra. Az európai parlamenti választásoknál a választási korhatár levíték 16 évre. Tehát egész Németországban az európai parlamenti választásokon 16 éves kortól lehet részt venni. Na most ez melyik pártnak kedvez? Válaszolj. A zöldek? A zöldek. <laughs> Persze, bocs, hogy úgy hogy a kérdést, mert annyira nyilvánvaló, ugye, a zöld a fiataloknak a pártja, a fiataloknak tetszik ez, a, ez az egész, de, de, hát hogy mondjam, stílus, amit a zöldek képviselnek, és ezért az nyilvánvaló, hogy a zöldek szavazatokat nyernek, erre marháról oda kell figyelni, mert 80 millió német van, és hogyha a németek nagy arányban juttatnak zöldeket a ben akkor ott megint megmarad ez a, ez a liberális túlsúly. De itt már levitték 16-ra. Most már vannak olyan kezdeményezések, vannak erre ilyen egyesületek, vagy nem tudom, minek nevezzem, szervezetek, akik 14 évre szeretnék levinni, és ez nem vicc, Rita. És most azt akarják már elérni, például ezek a baloldali pártok, hogy az országos választáson is vigyék le a választási korhatárt. 18-ról 16-ra. Tehát ez a szavazatszerzésről szól. Nancy Fraser szavazatszerzése, meg még kiterjed a migránsokra, a menekültekre, a jó magaviseletőkre és a rossz magaviseletőkre, mert hogyha a meglévő populációból, tehát a választó, jelenlegi választópolgárok körében már elveszítették a hitelességüket, ugye, és egyre csökken a támogatottságuk, akkor hát valahogy meg kell oldani, tehát választókat kell szerezni bármi áron, a korhatárt levisszük, volt olyan kezdeményezés is a legutóbbi ö, ö, szövetségi választáson, hogy a fiatalok kapjanak választatjukot, az öregek ne. Tehát vegyük el egy bizonyos kor fölött, mert az öregek már ne szavazzanak, mert hát mit szavaznak a jövőről, a nem tudom én, a korteremből, vagy az infúziós állvány mellől. Tehát micsoda a diszkrimináció ez? És ez belefér abba a politikába. Na most amellett, hogy hogy mennyi rendellenesség történik e, ilyenkor, például tavaly előtt volt Berlinben a... a Egyszerre volt a szövetségi, a, tart, a tartományi, azt hiszem is az önkormányzati választás. Tehát három. őt volt olyan, hogy bizonyos ilyen önkormányzati kerületekben, nem akarom túl bonyolítani, de hogy ott is még ilyen képviselőt, mert hogy valaki lelépett, vagy meghalt, vagy nem tudom én. És akkor ez azt jelentette, hogy az egyiknél a, a, az országosnál csak 18 év felett lehetett, a másiknál ugye a tartomány Berlin az annak számít, ugye? Tehát az egy tartományjogú város, ott 16 év lehetett, a másiknál megint 18. Tehát ilyen össze-vissza volt. Olyan választási szándékos, vagy egyszerűen csak ostobaságból adódó választási csalás történt Berlinbe, hogy az országosat leszámít, tehát ezt a, a szövetségi választást leszámítva meg kellett ismételni a választásukat. Hát ennek, ennek se csináltak olyan nagy port, és igazából, hogy ez kiderült, az a Tihi nevű nevű újság, újság oknyomozásának volt köszönhető. Amikor még hozzáférhetőek voltak a szavazati lapok, akkor akkor derült ki, hogy olyan kapott szavazati lapot, akinek nem lett volna szabad, akkor annyira szabad a választás, hogy elfogyott a szavazólap, és akkor csináltak szavazólapot. Tehát szóval mesélhetnék ezekről a történet, Röntekről. Tehát, hogy mi lesz, hogy lesz, az így ezen múlik, hogy ki honnan tud választokat szerezni. És hogy azzal kezdtük, hogy hogy járatják le a politikusokat. Tehát itt Bajorországban, ugye ott is 80án választások lesznek, ott két párt vezet, és ezek ketten egymással biztos, hogy koalícióra lépnek, mert most is koalícióban kormányoznak ez a CSU, meg a Freie Wähler a szabad választók pártja, és a szabad Választok pártjának az elnöke ellen pár héttel ezelőtt megjelent a szüddacsa cejtunkban egy cikk, hogy a 80-as években, amikor ő középiskolás volt, akkor antiszemita kézzel írott röplapot terjesztett az iskolába, és előkerült egy tanár, aki így 35 év távlatából hozta a, a, ezt a, az antiszemita röplapot, és hát ezzel akarták őt ő, visszalépésre kényszeríteni, mert ha visszalép, akkor lehet, hogy a Freya Véler nem éri el a határt, akkor a CSU-nak nem lesz partnere, akkor kénytelen lesz a zöldekkel mondjuk koalícióról. Tehát ilyen háttérizik voltak. És e, Ivangernek hívják ezt a ezt a politikust, szóval egyébként most is, nem tudom, melyik minisztériumot ő vezeti Bajorországba, és Hát ilyen nagy botrány volt belőle. Na most azt érték el, hogy a Freje Vélernek megnőtt a szavazói száma, a támogatói száma, ahelyett, hogy csökkent volna. Tehát mutatja a németországi hangulatot, tehát vagy átlátnak rajta, hogy, hogy ez a lejárató kampány ez ezért történt, vagy pedig a másik dolog meg az, hogy a németek egyetértenek egy antiszemita röplappal. Tehát ezt nem tudom eldönteni. De ez a tanár, ez a genius volt, mert előre látta, hogy ebből az emberből nagy ember lesz, és ha ez és a röplap, félretette. és ez a röplap még valamire jó lehet. Hát, hát ez... én is ezt gondoltam rögtön, <laughs> hogy 35, én is őrzök egyébként régről, ilyen jól sikerül dolgozatokat. Tudom. De nem ilyen röplapokat. De röplapot azt nem. <laughs> Na, Hát nagyon szépen köszönöm, ennyi fért most az időnkbe, és nagyon örülök, hogy eljöttél, és egy kicsit bepillanthattunk ezekbe a finomságokba is, amit Németországon belül történik. Rabi, volt a vendégünk az Ungárd Reál főszerkesztője. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hozzátok, mindig szívesen jövök.